Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok, a Pécs Televízió sportműsorát látják. Mai adásunkban a hírek és eredmények mellett folytatjuk képes beszámolónkat a hétvégén rendezett második hullámkupa eseményeiről is. Tartsanak velünk! Összefoglalunk élén hírek, eredmények röviden. A hétvégén az Abay Nemes Oszkár úszodában rendezték a második hullámkupa úszó és vízilabda versenyt gyermekek részére, amelyen 4 egyesület több mint 100 sportolója vett részt, néhány eredmény. A 4x50 méteres váltóban az ANK csapata első helyezést ért el. Összeállításuk Dobos Péter, Szabados Norbert, Gelencsér Máté és Makány Balázs. A 100 méteres mellúszásban a 84-85-ös korosztályban első Financsek Gábor, vele majd interjút is láthatnak a képes beszámolóban. A 100 méteres gyorson pedig Lévai Gábor lett az első. Az úszodában vasárnap játszották az országos bajnokság 1B csoportjában a Társi Cegléd vízilabda mérkőzést is. Társi Cegléd 6-8. Két pécsi sportoló, Knok Balázs és Turmezei Attila is tagja a világkupa 4. sorozatában hazai pályán fellépő magyar rövidtávú gyorskorcsolya válogatottnak. A verseny színhelye Székesfehérvár, és ahogy tegnap beszámoltunk róla, Knok Balázs a hollandiai 3. futam után a 13. helyen áll, innen indult tehát neki a hétvégén rendezendő 4. futamnak. Ma délelőtt utazik el a Matávese férfi kosárlabda csapata az Egyesült Államokba. Kint tartózkodásuk alatt 6 mérkőzést játszanak majd egyetemi csapatokkal. A női labdarúgó NB1-ben utolsó hazai mérkőzését játszotta a Sopiane NFC. A mérkőzésről készült tudósításunk következik. A Sopiane NFC már annyi dicsőséget begyűjtött női NB1-es labdarúgó csapata az utóbbi időben, részben a sok sérült, részben pedig a generációs váltás miatt kicsit gyengélkedik. Vasárnap a listavezető budapesti Feminát fogadták a Várkőifele stadionban a következő összeállításban. Kató, Duduka, Nagy, Bodor, Lauer, Brigitta, Forrai, Rippel, Kovács, Balatinc és Lauer Éva. Az NB1 listavezető ellen tisztes helytállást és becsületes küzdelemben elért jó eredményt reméltek a szakvezetők és a játékosok is. Az első félidő változatos, kiegyenlített játékot, nagy küzdelmet és 2 gólt hozott, a vendégeknél Lévai, a hazaiaknál pedig Lauer Éva volt eredményes. A második félidő ott folytatódott, ahol az első abba maradt, vagyis nagy küzdelem, de sportszerű játék folyt a pályán. Hol az egyik, hol pedig a másik kapu előtt alakultak ki gólveszélyes helyzetek, de főleg a pécsiek még a legnagyobbakat is elügyetlenkedték. Egy előrevágott labdával a vendégek legjobbja Ruf megiramodott és betalált a kapuba. Ezzel a góllal nyert és a 3 pontot is elvitte a listavezető budapesti csapat. A mérkőzés végeredménye tehát Sopiane NFC, Budapesti Femina 1-1-es fél után 1-2. Ígértük, így folytatjuk a második hullámkupáról készült képes beszámolónkat. Most 2 ifjú tehetséget láthatnak, közülük egyikük az országos ranglista 2. helyezettje. Az előző futam most nem sikerült igazából jól, de ha jól tudom, idősebbekkel úsztatok. Igen, 81-esekkel. Luca, és mi történt mostanában? Valami nagyon örömteli esemény, úgy hallottam. Bekerültem a válogatott keretbe. Serdülő? Nem, gyermek. A gyermek válogatott keretbe, és én úgy tudom, hogy egyedül vagy most pillanatnyilag Pécsről, igaz ez? Igen. És ez miből áll? Fel kell menni edzésre, Budapestre, vagy hogy viseli az ember azt, hogy válogatott? Hát nem, én itt maradok, itt edzek, és jó időket kell úszni, hogy benn is maradjak. Uh-huh. És mikor lesz a legközelebbi verseny, tudod már? Nem. Itt rövidesen úszni fogsz, ugye? Igen. És ott mire számítasz? Hát 200 vegyes, de ott is idősebbekkel úszom. Tehát helyezéseket nem hiszem, hogy valami jó. És az időeredményedet az idén sikerül-e megjavítani, talán még decemberig? Hát remélem, igen. Lesz még verseny? Igen. Mikor? Hát ezt nem tudom, de majd lesz az ORV országos bajnokság Pesten, amire majd megyünk. Az előző időmhöz képest javultam 1,5 másodpercet, és ez az országoson benne, tehát az országos címre való pályázás. Minél jobb időt kell úsznom. És hogy állsz most az országos ranglistán, hát, tudod?
50-en második vagyok, 100-on harmadik és 200-on negyedik. Na most ezekkel, akik előtted vannak velük, tudsz majd versenyezni? Tehát találkozol még velük, hogy esetleg megverheted őket? Az ORV olimpiai reménységek versenye döntőn, decemberben ott találkozok velük, és ott szeretnék minél jobb helyezést elérni. És jóba vagytok egyébként? Hát, úgy igen, versenyzőileg, persze. Na most én a trikódon látok két nevet, az egyik az a Rózsa Norbert, jól mondom? Igen. A másik pedig az Egerszegi. Hát őket azt hiszem nem kell bemutatni. Melyikük a példakép, vagy talán mind a kettő, és ugye olyanná válni, mint ők, ez a cél, gondolom. Rózsa Norbert és a Gütler Károly. És szeretnek úgy úszni, mint ők. Mellúszást a kedvenced? Igen, igen, igen. És a többi számba hogy állsz? Tehát ezzel mondjuk a... Vegyesen még úgy, ahogy, de többi az nem nagyon. Tehát... A Krisztina viszont hátúszó volt, azt tudod? Igen. Az a Lucának megy, nekem az nem. Láttad őket versenyezni? Hát az olimpiát néztem, különben nem nagyon. Meg a Balatonfűzfőn verseny úszott a Rózsa Norbert, és azt is megnéztem. Nos, ennyi fért reggeli sport összefoglalónkba, de természetesen most sem marad el a programajánlat. A kosárlabda hívők már gondolom készülnek az esti eseményre, hiszen a PVSK Mizó női kosárlabda csapata az Elitzur Ramla izraeli együttest fogadja majd este 18 órakor a Lauber Dezső városi sportcsarnokban. Jó szurkolást mindenkinek! Találkozunk természetesen még a nap folyamán, hogyha néznek bennünket, hiszen lesz még sportműsor, addig is további kellemes napot, viszontlátásra!